Kedves vendégeink! A Dorozsmai Tájház évzáró ünnepsége. Szívet, lelket testesítő, üdítő, családi hangulatban jövünk össze megint, mint eddig már második ízben. Hogy is kezdtük tavaly? Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor, decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor, decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor, decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyük rendületlen, de ne csak így, decemberben. Isten hozott mindannyiunkat. Én azt hiszem, hogy ezek olyan mérföldkövek, és nagyon jó leső érzés, hogy évről évre találkozom a kedves arcokkal, és olykor újak is meglátogatják a rendezvényt. És most itt gyulladjanak hát meg a gyertyák. Kérem Deli Alvint és hitvesét Juliannát, Bogari Ágostont, alelnökünk merre vagy, András, parancsolják, fáradják ki. Számunkra ez a legnagyobb ajándék, amikor ismét ennyien megtöltjük ezt a teremszobákat. És ilyenkor karácsony táján, ugyanis két nap választ el bennünket a karácsonytól, ilyenkor megnyílnak a szívek, és a szeretet áramlása az lelkekről lelkekre megy tovább. Ha visszakondolunk, gyermekkorunkban
akkor a havas téli esték, szánkózások, tiszta szobába a karácsonyfa, és az éjféli misére való jeges téli utakon való cipőkopogása jut eszembe. Akkor mindig vártuk a Jézuskát, mit hoz ajándékba nekünk. Most változott, ugye felnőttek lettünk, most már nem kapni szeretnénk, hanem adni. Mit? Szeretetet. Tehát a szeretet az, amiből soha nem elég. Mert aki egyszer megpuslott a szeretet ízét, az arra vágyik. És erre csak egy orvosság van, a szeretet. És a szeretetet, ezt ingyen adják. Adni kell. Nem kell a sarkiból a sorba állni, nem kell a Tesco-ba bevásárolókocsikkal menni, nincs áfa rá, nem fizetnek adót utána, tehát ez innen belülről a szívből jön. És erre vigyázzunk nagyon, hogy ez a szeretet a szívünkbe ne apadjon el, ez a forrás mindig éljen, és mindig szeressük egymást. Most ha véget ér a műsor, akkor ha hazamennek, akkor ölelik át a hozzátartozóikat, a szeretteiket. Hát ez a legnagyobb ajándék. Hát ugye felsoroltuk, nekünk is nagyon sok ismerősünk van ezen kívül. Annyi ismerősünk van, hogy megtölthetnénk egy kis füzetet. Most ha mindegyiknek egy ajándékot kellene vásárolni, mindenünket el kellene adni, mint Szent Ferencnek. Tehát ezzel, hogy szeretetet adunk, ezzel én azt hiszem, hogy ennél nagyobb ajándékot el se tud az ember képzelni. Úgyhogy kívánjuk Önöknek, hogy ezzel a kis műsorunkkal, amit szeretettel nyújtunk át Önöknek, érezzék jól magukat, és mondom, ha hazamennek, ölelik át az otthon lévő szeretteiket, családtagjaikat. Békés boldog karácsonyt kívánok! Azért ne is haragudjatok, de valamit azért arról csak kellene mondani, hogy hogy bírjátok ti ezt. Kívánjuk! Hát, a szeretetet? Köszönöm! Hát, a szeretetet vagy a tevékenységet? Hát ezt a tevékenységet, ezt a folyton folyvást, én már abban is elfáradok, hogy a kézzel lájkolom, hogy most itt is egy voltatok. Hát ilyen emberekkel könnyű. De az az igazság, hogy nagyon sokat köszönhetünk. Ez nem egy személyes munka, ez egy csoportmunka. Emögött nagyon sokan ott állnak, ott áll a Kongrád megyei honismereti egyesület, ott áll a bibliotékából, és itt vannak látom ismerős arcok, a szegedi alkotókörök, de a VMDK, a szegedi közéleti kávéház, és ezek a nagyszerű emberek segítségével, meg itt a Citera zenekar, akkor itt ülnek, nagyszerű képességeik vannak, hiszen ők ügyesek. De hogy ezt bemutassam inkább látványosan, kérek egy papír, ceruzát, egy ollót, egy ufát. Sokan kérdezték már, hogy bírjuk. Szóval, mint ahogy az előbb felsoroltam, Csongrád megyei honismereti egyesület programjai között kezdődött ez az egész. És Böbének is nagyon köszönhetjük, hiszen Sándor Tivadar atya ismerőse, és ezáltal került ide, Boldog Gizella Erekje. Boldog Gizella, azt tudjuk, hogy első magyar királynőnk volt, Szent István felesége. És ennek az erekével áldották meg a Dorosmai tájházat. Na, hát kérem szépen, akkor minden itt van. Így indultunk. Tiszta lappal. És hajthatatlanok vagyunk, ugye? Nincs rajta gyűlölés. Tehát ez a tiszta lap egy ekkora értéket képvisel, mint amit most a kezembe tartok. Tehát erre egy verset írunk, vagy egy novellát, vagy esetleg egy grafikát, vagy akvarelt, mert mindjárt értékesebb ez a papír. Mi terveket készítettünk. Leültünk, itt az egyesület tagja is, megterveztük, hogy mi lesz a következő. És nagyjából... Tehát ugye itt körvonalozódik a terv, igaz? Ez a terv. Akkor most következett a hajthatatlan, vasakaratú, kemény munkát. Nekiálltunk, megszerveztük, gyönyörű szépen ezt a tervet megvalósítottuk. Kész a terv.
letettük az asztalra. Tehát valamit letettünk. Igen ám, de nagyon sok terv közepette az ember. Az embert nagyon igénybe veszi. Mi kell egy jó tervhez? Elsősorban megfelelő szakemberek, megfelelő emberek kellenek hozzá, rengeteg munkaidő és pénz. Na most, ha ezek közül valami hiányzik, akkor már nem biztos, hogy a terv megvalósul. Mert az ember vagy elfásul, vagy kiég. Kiég. Ez jó szó. Megmutatom, hogy tervünk hogyan megy füstbe. Tehát dolgozunk, égünk ezerrel, csináljuk, tervezgetjük, végigvisszük a munkát, szépen beosztjuk. És akkor a terv vagy sikerül, vagy nem. Mondhatnák, hogy füstben ment el, de mi olyanok vagyunk, mint a Főnix madár, hamvainkból is feltámadunk, és... Ja, mondták egy pár, hogy készítsek, de nem. Bankkal kötöttünk egy megállapodást. Ők nem árulnak ruhát, mi meg nem csinálunk ilyet másnak.